Bringázni jó, mi imádjuk. A bringás halad, míg meg nem akasztja egy veszélyes kereszteződés vagy útszakasz. Épp ezért felkutatjuk nektek a legrázósabb csomópontokat, kereszteződéseket, és segítünk leküzdeni őket. Sorozatunk utolsó állomása Kecskemét, a Március 15-e utca. Nem egyedi eset. Mint sok más helyen az országban, itt is az úttesttel párhuzamosan halad egy kerékpárút. Az út védett, azaz annak van elsőbsége, aki azon halad, de a kerékpárút is védett. Tehát a bringásoknak is elsőbsége van a keresztutcákból érkező autóssal szemben. Ezt a betorkolló mellékutcákban az elsőbségadás kötelező táblák is jelzik, az erre utaló kiegészítő táblával. Az alapprobléma az ehhez hasonló helyeken, hogy a mellékutcából érkező autósok sokszor nem veszik figyelembe a táblát, miszerint a kerékpárosoknak is elsőbséget kell adniuk. Csak az úttesten haladókra figyelnek a kereszteződésben, és rágurulnak a kerékpárútra, amin a bringás szeretne tovább haladni, de nem tud. Mi a megoldás? A mellékutcából autóval érkezve figyelj a bringásra. Lassíts már a kerékpárút előtt, és add meg neki a tábla által jelzett elsőbséget. A kerékpárral ilyen helyzetben, ha mód van rá, mindig nézz be a mellékutcába, és készülj fel arra az esetre, ha valaki figyelmen kívül hagyná a kerékpárutat és az elsőbségadási kötelezettséget. Ilyenkor lassíts, fékezz, végső esetben pedig állj meg.